Egyik nap készítettem egy anyagot arról, hogy számomra mit jelent a boldogság, és azt hiszem, hogy egy teljesen másfajta oldalról közelítettem meg ezt a fogalmat, vagy ezt a témakört. Aztán, amikor elkészült ez az anyag, illetve hát majdnem elkészült, közben leállt a rendszer, megsemmisült ez az anyag, ez egy másfél órás előadás volt, és amikor újra szerettem volna ezt az egészet indítani, vagy újra elmondani, akkor pedig elcsúsztam a folyosón, és hát eléggé megütöttem magam. Akkor döntöttem úgy, hogy akkor ezt a témát most pihentetem, és átgondolom, hogy miért küldök önmagamnak leállításokat ezzel a dologgal kapcsolatban. Amikor beszéltem erről a dologról az első verzióban, már akkor is éreztem, hogy voltak olyan gondolatok, amelyeket nem biztos, hogy nyilvánosságra kellett volna hoznom, és hát valószínű, hogy ezért sem tudtam közzé tenni ezt a másfél órás előadást, és én úgy gondolom most már, hogy nagyon jó, hogy ez az eredeti példány már nincs meg, és egy teljesen új, mondjuk úgy, hogy szemlélettel és új szívvel foghatok hozzá ennek a mai témának, mert azt hiszem, hogy megbántam volna valóban, hogyha azok a gondolatok kikerülnek, amelyeket eredetileg nektek szántam. Átgondoltam ezt az egészet, újra gondoltam, nagyon sok mindennel vagyok így egyébként az elmúlt 13 év alatt, rengeteg fogalmat, rengeteg szituációt, eseményt, kapcsolatokat gondolok újra és újra. Egyébként volt egyszer egy fotókiállításom, és annak is ez volt a címe, hogy újra gondolva, mert azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy az ember mindig átgondolja azokat a cselekedeteit, azokat a gondolatait, amelyeket magáinak tud. Nagyon fontos a szemlélet, nagyon fontos a figyelem, nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy segítsük a többieket, és hogyha így gondolkodunk, hogyha ilyen szemlélettel élünk, akkor szerintem sokkal alázatosabbak lehetünk. Valószínű, hogy nekem is ezt kellett megtanulnom most, az elmúlt egy hét alatt, mert ugye folyamatosan ezt tanuljuk, közösen is egyébként, és nagyon sok előadás szól, például az alázatról, a lemondásról, és arról, hogy hogyan legyünk példás magatartással élő emberek, de azt hiszem, sőt most már tudom, hogy ez az egy hét is rengeteg mindent adott a számomra, és még több mindent sikerült felülírnom, és most már nem gondolom azt, amit egy héttel korábban, amit ugye elmondtam az eredeti anyagban, mert azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok embert, de legalábbis néhány embert megbántottam volna. Az előző anyagban, ami ugye a boldogságról szólt, és a mai is erről fog szólni, azt meséltem el, hogy szerintem az az egyik legnagyobb baj, hogy manapság is a boldogságot szerzéssel, birtoklással azonosítjuk. Úgy gondolom, hogy a mai világ nagyon elanyagiasodott, ezt ugye nagyon jól lehet látni, nagyon másfelé fordítottuk az irányt, vagy a fókuszt, mint ami az eredeti, vagy az eredendő állapot, vagy az a minta, ami tényleg tartós boldogságot hozhat számunkra. Hogyha csak az anyagiakban látjuk ezt, és a megszerzésben, és a birtoklásban, én úgy gondolom, hogy nem lesz tartós ez az érzés, vagy ez az állapot, ez a nyugvó pont, amit ugye szeretnénk elérni, és mindig újabb és újabb dolgokat szeretnénk megszerezni, birtokolni. Ez pontosan azért van, amit az előbb említettem, hogy csak az anyagiakban, az anyagban látjuk meg ezt a, mondjuk úgy, hogy szépséget, és nagyon ritkán gondolunk a lelkiségre, vagy a szellemiségre, és arra, hogy szerintem igazából az igazi boldogság ezekben a szférákban keresendő. Azt tudjuk, hogy az anyag nem állandó, azt tudjuk, hogy folyamatosan pótolni kell, azt is, hogy folyamatos javításra szorul, folyamatosan foglalkoznunk kell a fizikummal, mint olyannal, a fizikai dolgokkal,
És ez nagyon-nagyon sok energiánkat elveszi szerintem. De hát ugye, ahogyan már a többi előadásban is említettem, a fizikai világ az egy nagyon jó nyomaték, egy csodálatosan éles tükör, és nagyon sok mindennel szembesülhetünk ezáltal. Kivált kép saját magunkkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egész fizikai létezés igazából egy ilyen öntükör, és arra való, hogy mindenki saját magával szembesüljön, de szerintem vannak ilyen globális, vagy egy egyetemes szembesülések is, vagy legalábbis nagyon jó lenne, ha lennének, és nagyon jó lenne, hogyha együttesen is meg tudnánk azt vizsgálni, hogy mit hoztunk létre, hogy milyen világban élünk, és talán új területeket is felfedezhetnénk, vagy olyan új gondolatiságot, amely által sokkal élhetőbb világot alakíthatnánk ki együttesen, közösen, mindannyiunk számára. Én úgy gondolom tehát, hogy ez a fizikai világ, a fizikai valóság az mindenképpen nekünk jó. Nagyon sokat fejlődhetünk általa, nagyon mély önvizsgálatot tehetünk, és szerintem így tudunk igazán fejlődni, így tudunk igazán az önvalónkhoz, vagy a lelkünkhöz kerülni, ahhoz a nagyon önazonos maghoz, amelyet keresünk, és amit szerintem szeretnénk elérni, és szeretnénk tartóssá tenni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem lenne szabad ennyire alárendelnünk magunkat az anyagnak, az anyagi világnak, mert nagyon sok energiánkat elveszi, és a lényegre már nem marad erőnk. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy ugye az anyag az megkülönböztet, és hogyha csak azt firtatjuk, és azt vizsgáljuk folyamatosan, hogy ki milyen anyagi körülmények között él, vagy kinek milyen a formája, vagy milyen ez a kivetülés, akkor nem az egyezőséget fogjuk keresni egymásban és a többi emberben, ugyan blokk, hanem mindig különbözőségeket fogunk gyártani, és ez szerintem nem jó. Viszont, hogyha az egyediségünket nézzük, és azt, hogy mindannyian ugyanonnan származunk, akkor észre fogjuk venni azt, hogy milyen egyformaságok, milyen analógiák léteznek, és úgy gondolom, hogy ez azért fontos, mert az analógiára lehet felépíteni egy közös bázist, tehát ez lenne a legfontosabb lépcsőfok, az első olyan lépcsőfok, amit meg kellene tennünk, vagy el kellene érnünk azért, hogy közösségeket alakítsunk ki, közösségeket alkossunk, közösséget alkossunk. Szerintem ezek az együttes készfogások azért lennének nagyon fontosak, mert hogyha egy teljesen újfajta életet szeretnénk élni, és ahogyan az elején említettem, újra szeretnénk gondolni ezt az egész létezést, és azt, amiben élünk, vagy amit kialakítottunk, akkor elengedhetetlen az, hogy az egyformaságot keressük, hogy ne anyagiakban gondolkodjunk, hogy tárjuk fel egymás önvalóját, hogy legyünk kíváncsiak egymásra, legyünk kíváncsiak arra, hogy ki milyen valójában, és pontosan ezért kellene mindenen egy kicsit túllátni, és nem az anyagiakban, a külsőségekben és a formákban keresni a valót, vagy a valóságot. Én úgy gondolom, hogy az anyag ilyen formán illúzió. Sokkal fontosabb lenne, hogy azt a szellemiséget és azt a lelkiséget kutassuk, ami viszont maradandó, örök és állandó. Pontosan ezért gondolom azt, hogy az igazi boldogság ebben találandó meg, és semmiképpen sem a mulandóságban, az anyagiakban. Hogyha folyamatosan a birtoklással és a szerzéssel, a megtartással azonosítjuk a boldogságot, hiszen ugye én úgy gondolom, hogy amióta világ a világ, de főleg ebben a mai korban az a jellemző, hogy az emberek nagyon sok mindent szeretnének birtokolni, főleg azokat az eszközöket, azokat a tárgyakat, amelyeket a mai világ modernnek, vagy akár mondjuk okosnak kiált ki. Én egyáltalán nem gondolom így, hogy egy tárgy lehet okos. Én úgy gondolom, hogy egy embernek, vagy az emberiségnek kellene okosnak lennie, és észrevennie azt, hogy az anyag teljesen átvette az uralmat, az anyag, mint olyan uralkodik felettünk, és nem mi uralkodunk az anyagon. Én úgy gondolom, hogy nem lenne szabad, hogy teljesen elnyomjon bennünket ez a destruktív elem. Nekünk kellene átvennünk az irányítást, nekünk kellene sokkal konzekvensebbeknek lennünk, és nagyon kellene tudnunk irányítani ezt az egész rendszert, mondjuk így, és nem lenne szabad hagyni, hogy teljesen begyűrűzön bennünket ez a mostani állapot. Tehát szerintem
nem a birtoklás és nem a szerzés az igazi boldogság. Mert hogyha így vizsgáljuk ezt az egészet, akkor folyamatosan mondjuk úgy, hogy csak az egónkat bővítjük, és nem azt az önvalót, amiről az előbb beszéltem. Sokkal fontosabb lenne megtanulnunk az elengedést, sokkal fontosabb lenne megtanulnunk a lemondást. Az én számomra ez már sokkal nagyobb boldogságot okoz, sokkal többnek érzem magam, ezáltal sokkal gazdagabbnak. Minél több minden dologról mondok le, és mondtam le már az életemben, rengeteg mindenről, annál nyitottabbnak érzem magam, sokkal több mindenre figyelek, sokkal több dolgot tudok befogadni, olyan dolgokat is, amelyekről korábban nem gondoltam volna. Én folyamatosan nevelem magam arra, hogy még több olyan számomra idegennek tűnő dolgot fogadjak be, amelyekről eddig úgy gondoltam, hogy nagyon távol állnak tőlem, de ma már pontosan tudom, hogy én sem vagyok különb, és ezek a dolgok bennem is megtalálhatóak. Nagyon érdekes az, hogy figyeljétek meg, hogy mi az, amit elutasítotok. Mi tanultuk azt, hogy mindig azokat a dolgokat utasítjuk el, amelyek rólunk szólnak, amelyek ugyanúgy bennünk is megtalálhatóak, vagy amivé nem szeretnénk válni. De hogyha közelebb megyünk és megvizsgálunk élethelyzeteket, embereket, hogyha nyitottabbak vagyunk, akkor rájövünk arra, hogy ezek a tételek, ezek valahol mélyen bennünk is megvannak. És nagyon jó ezekkel a dolgokkal szembesülni. Nagyon jó, amikor az ember rájön arra, hogy tulajdonképpen ő sem más. És hát itt is vannak közös pontok, itt is van analógia, itt is van gyakorlat. Ezek az életbeni helyzetek, ezek a szituációk nagyon fontosak, mert hogy az ember sokkal toleránsabbá válhat, sokkal humánusabbá, figyelmesebbé. Szerintem egy ilyen igazi lelki fejlődést indít el bennünk. Én az elmúlt 13 év alatt úgy gondolom, hogy rengeteget változtam. Amikor elindultam ezen az úton, még 24-25 évesen, nem gondoltam volna azt, hogy ideig is el lehet jutni, és megmondom őszintén, hogy szerintem már majdnem 180 fokot fordultam azóta, de ez a 180 fokos fordulás, ez 13 évbe került. Én mindig azt mondom, hogy ezeket a dolgokat, vagy ezeket a fordulatokat soha nem szabad siettetni, hiszen eddig máshogyan éltünk. A személyiség elemzése kapcsán is elmondom, hogy ha te 30-40-50 évig benne élsz egy bizonyos érában, egy bizonyos olyan szemlélettel élsz, ami szöges ellentéte annak, amit mi most tanítunk, tanulunk, amit felvázolunk, akkor ne várd azt, hogy egy-két éven belül párfordulásokat fogsz átélni, apróbb aha élményeid lehetnek, apróbb felfedezések, de én úgy gondolom, hogy az igazi önmegváltáshoz minimum 10 év gyakorlat kell. És ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan területtel kell megismerkedni, amelyek eddig idegenek voltak tőlünk, amelyek akár szélsőséges képet mutattak, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a tekintetben, hogy humánus lényekké nevelnek bennünket. Itt arra gondolok, hogy szerintem mindenféle réteget meg kell vizsgálni. Minden felé és mindenki felé nyitottnak kell lennünk, mert így tudjuk igazán befogadni ezeket az új ismereteket és információkat önmagunkról. Hiszen aki vagy ami megáll előttünk, az mindig önmagunkat tükrözi, és mindig saját magunkat vizsgáztathatjuk le ezekben a szituációkban. Én számomra ez a boldogság. Én számomra a birtoklás, a szerzés az már egyáltalán nem fontos. Minimális eszközökkel élek, csak annyival, ami ahhoz szükséges, hogy a munkámat tudjam végezni, és saját magamat fenntartani. És én úgy gondolom, hogy az adakozás, az adás, a támogatás, a segítségnyújtás, a figyelem, a törődés nagyobb boldogságot, és ezáltal sokkal igazibb gazdagságot hozhat mindannyiunk számára. Én nagyon sokat hangsúlyozom azt, hogy szerintem az is nagyon fontos lenne, hogy örüljünk egymás boldogságának. Például, hogyha vannak olyan dolgok, amiket mi hosszú idő alatt nem tudunk mondjuk megszerezni, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez nekünk jár, vagy hogy bármi jár. Ha meglátjuk ezt a dolgot, akár egy eszközt, vagy akár egy másik embert,
hogy azt az embert mondjuk, akire vágyunk valaki másnál, akkor ne legyünk önérzetesek, és ne legyünk irigyek. Nagyon fontos szerintem, hogy az irigység, mint olyan, az nem jó, hogyha az fent van tartva. Nem jó, hogyha irigykedünk. Nem jó, ha olyan dolgokat szeretnénk, amelyek nem a miénk. Én is sokáig gondoltam azt, hogy vannak dolgok, vannak olyan bizonyos dolgok, amelyek nekem járnak, de aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ilyen nincs egyébként. És nagyon-nagyon kőkeményen gyakorlom az elengedést, rengeteg embert engedtem már el az életemben, olyanokat, akiket nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon kötöttem hozzájuk, de el tudtam őket engedni, és én tudok örülni az ő boldogságuknak. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy mindenkit magunkhoz kellene láncolni. Nagyon fontos egyébként az, hogy az egónkat azt letegyük, és hogy tanuljunk meg szabadon szeretni. Szerintem, hogyha te igazán szeretsz valakit, akkor azt elengeded, és hogyha igazán szeretnél valamit, akkor arról lemondasz. Én úgy gondolom, hogy így sokkal közelebb kerül hozzánk ez az egész, és hogyha így cselekszünk, és így érzünk, akkor szerintem meg tudjuk tartani ezt az egészet. Szerintem birtoklással és ilyen görcsös ragaszkodással semmit nem tudunk megtartani, az elveszik, az nem lesz. Kifolyik a kezünkből, de ha elengedjük, akkor a miénk lesz. Mondok egy nagyon jó példát. Én például már nem szakítom le a virágokat, sehonnan. Én ott hagyom őket. Akkor is, hogyha nagyon gyönyörűek, a nagyon finom illatuk van, nem akarom őket hazahozni, nem akarom őket birtokolni. Ott hagyom, és hagyom, hogy éljenek. Nagyon nem szeretem látni azt, amikor valaki mondjuk letép egy virágot, mert én úgy gondolom, hogy ettől kisajátít. Nem hagyja meg az igazi valóját. Attól, hogyha te egy virágot ott hagysz, mondjuk a réten, és az érzést viszed haza, és otthon gyönyörködsz benne, gondolatban, gondolatiságban, lelkiségben, akkor az a tiéd. De ha leszakítod és hazaviszed, sosem lesz a tiéd. Én úgy gondolom, hogy mindenki önmagáé, és embereket sem lehet birtokolni. Nem lehet lekötni életeket, nem lehet leláncolni magunkhoz senkit. Sokkal gyönyörűbb az, hogyha valakiben távolról gyönyörködünk, hogyha messziről figyeljük, és így is tudunk egyébként nagyon sok szeretetet küldeni egymásnak. Nagyon tipikus eset az, hogyha valaki mondjuk beleszeret egy másik emberbe, akkor ugye rögtön birtokolni akarja, és ugye azt szeretnénk, hogy minél előbb ez a valaki mellettünk legyen, és hát ugye ennek a kapcsolódásnak vannak különböző stációi, és nézzétek meg, hogy soha nem elég ez a dolog. Tehát ugye először azt szeretnénk, hogy találkozzunk azzal az illetővel, aztán azt szeretnénk, hogy egymásba szeressünk, aztán az, hogy megtörténjenek bizonyos, mondjuk úgy, hogy testi kapcsolódások, most így nagyon szépen fogalmazok, aztán utána, főleg ugye a nőknél tipikus eset az, hogy szeretnék, hogyha nagyon gyorsan összeházasodnának, ha valaki elvenni őket feleségül, aztán utána jöjjön az első gyerek, egy gyerek nem elég, jöjjön a 2, 3, 4, stb. És soha nincs megállás. Szerintem ez nem minden esetben helyes szemlélet. Én úgy gondolom, hogy az igazi szeretet és az igazi szerelem az sokkal megengedőbb, de ugyanakkor meg befogadó. Nagyon érdekes ez a párosítás, mert hogy hogyan lehet úgy befogadni valakit, hogy közben elengeded. És hogyha az akarás az ember elengedi, vagy leteszi, akkor szerintem be tud fogadni. Olyan új érzésekkel találkoztam most, az elmúlt pár hét alatt, mondjuk így, amelyekről álmomban nem gondoltam volna. Ez egy ilyen villámcsapásként jött az életembe, most ez az új dolog, iszonyatosan sokat tanulok tőle. És nincsen fizikai kapcsolódás, és nincsenek ilyen nagyon erős késztetések bennem az irányba, hogy én ezt a dolgot mindenáron meg akarom szerezni. Nem akarom, egyáltalán nem akarom megszerezni, és egyébként már egyre több mindent nem akarok megszerezni. A fejemben benne vannak ezek a dolgok, a szívemben, a gondolatiságomban, az érzéseimben, de nem akarok birtokolni, és ez igaz mondjuk tárgyakkal is. Vannak olyan dolgok, amelyeket én is mondjuk úgy, hogy szívesen lecserélnék, mondjuk olyan eszközök, de aztán közben mindig rájövök arra, hogy amik most vannak, azok is tökéletesen jók arra, hogy azt az adott feladatomat megvalósítsam, vagy létrehozzam, ami most szükséges.
És szerintem, hogyha ezt így nézzük, akkor mindig elegendő az a dolog, ami most számunkra van, ami számunkra rendelkezésre áll. Én például nem szeretem telepakolni a hűtőmet. Akkor sem, hogyha mondjuk ezt az ember meg tudja tenni olykor-olykor. Mert engem az anyag például elnyom. Én azt szeretem, és én olyan vagyok egyébként, én most már tizenvalahány éve úgy élek, hogy majdnem minden nap, vagy majdnem minden másnap megyek boltba, vagy több boltba, és csak aznapra, vagy másnapra, meg még maximum harmadnapra veszek olyan dolgokat, vagy élelmet, akármit, amire szükségem van, de nem halmozok fel. És ez igaz már nagyon sok mindennel kapcsolatban, hogy nem halmozok, és nem gyűjtök anyagot. Egyébként régen én nagyon sok mindent gyűjtöttem, úgymond, és nagyon sok mindent szerettem volna birtokolni. Én nekem például több szekrényi ruhám volt, tehát én imádtam a cipőket, a ruhákat, a kiegészítőket, és állandóan jártunk akár mondjuk turikba, meg butikokba, és nagyon-nagyon sok ruhám volt, rengeteg, tényleg, tehát iszonyat mennyiségű. És úgy voltam vele, hogy mindig jobbnál jobbak, mindenből több színű, ilyen forma, olyan forma, amolyan forma, és képzeljétek el, hogy eljutottam egy olyan szintre, hogy én ezektől a ruháktól úgymond már majdnem az összestől megváltam. Jó, hát annyi még van, amennyire szükségem van, és ugye amit hordania kell az embernek. De hát én ilyen több szekrényi ruhát ajándékoztam el. Hátrányos helyzetűeknek, hajléktalan szállókra vittünk rengeteg ruhákat, fiataloknak, diákotthonokba. Én nagyon sok szociális intézetben jártam, forgattam is, és nagyon-nagyon sok adományt vittem, ennek saját dolgaimból. Könyveket, játékokat, bútorokat, mindent. Mert rájöttem arra, hogy az, amit az ember birtokol, annak a negyede is bőven elég. És megmondom őszintén, hogy amióta kevesebb mindent úgymond birtoklok, de már én nem gondolom azt, hogy ez birtoklás lenne, sokkal gazdagabbnak érzem magam, azért, mert már másfelé irányítottam a fókuszt, és most már azok az emberek és azok a sorsok érdekelnek, akik csodálatos gondolatisággal élnek, és amióta ilyen témákkal foglalkozom, én ezerszer gazdagabbá váltam, mint hogy bármit is birtokoljak. És egyébként, amikor az ember elmegy például adakozni, vagy elmész mondjuk interjúkat készíteni ilyen helyekre, akkor maga az élmény lesz a te gazdagságod, hogy te ott lehetsz, hogy te mindezt átélheted. Csodálatos ez az egész, csodálatos. Én mindenkinek nagyon nagy szeretettel és szívből ajánlom, hogy tegye meg azt, hogy nyit, tegye meg azt, hogy oda nyújtja a kezét, hogy adakozik, hogy felemel sorsokat, mert ez lesz a boldogság. És szerintem ilyenkor találjuk meg az igazi önazonos magunkat. Nagyon jók az álmok, nagyon jók a tervek, de én úgy gondolom, hogy nem kell görcsösen ragaszkodni egyikhez sem, hanem el kell tudni engedni. Az elengedést, mint olyat kell gyakorolnunk itt és most. A lemondás az számomra pedig gyönyör, tehát a lemondás és az irgalom elsajátítása szerintem a legfontosabb dolog ezen a Föld nevű bolygón. Olyan lelkiségünk lehet általa, olyan fantasztikus, ilyen mély benső szerelmet élhetünk át, amit én nem gondoltam volna, hogy valaha elérek. Szerintem csodálatos ez az egész, csodálatos maga az élet, hogy ezeket megtapasztalhatjuk, és hogy részesei lehetünk ennek az egésznek. Soha nem szabad irigykedni senkire. Van egy bizonyos dolog, amire, hát mondjuk úgy, hogy vágyom, vagy megfordult a fejembe, hogy jó lenne 20 év után egy új eszközt vásárolnom, de egyelőre még ugye nem tudom ezt megtenni, és láttam valakinél egyik nap egy ilyen dolgot, és nem az fordult meg a fejembe, hogy aj, Istenem, hát marha jó neki, hát biztos kapta, nyerte, stb., én meg 20 éve nem tudom megvásárolni, hanem az jutott eszembe, hogy én örültem annak, hogy neki van, és így belül sok boldogságot kívántam számára, és vele együtt tudtam örülni, csak úgy, hogy mondjuk én ezt az erkélyről láttam ezt az egész dolgot, ezt a szituációt, és nem az fogalmazódott meg bennem, hogy én irigy vagyok azért, hogy neki van, nekem meg nincs. Nincs arra szükség, hogy legyen.
Mert szerintem, ha szükség lesz rá, akkor az ember ezt meg tudja valósítani, akkor ez ott lesz. És ez igaz bármire. Ez igaz akár mondjuk emberekre is. Higgyétek el, hogy mindig az áll meg előtted, és mindig azzal az emberrel fogsz találkozni, akire szükséged van. Ezt egyébként nem szabad erőltetni, nem szabad sürgetni. Hagyni kell egy másik embert, hogy ő maga megérezze ezeket a dolgokat, és nagyon nem jó az szerintem, amikor az emberek így manipulálják egymást. Nekem is vannak olyanok, vagy voltak olyanok, akik ugye az interneten folyamatosan irogattak nekem, és bizonyos dolgokat szerettek volna elérni nálam, és hát megmondom őszintén, hogy nem győztem már letiltani ezeket az embereket, nem győztem már majdnem ott csak elmenekülni ezek elől, mert egyszerűen nem értették meg azt, hogy én nem szeretném ezeket a kapcsolatokat, vagy ezeket a kapcsolódásokat. És ilyenkor ugye az embernek nagyon dolgozik az egója, és nagyon sértődékenyek vagyunk, és lehetünk, hogyha valamit mi nem kapunk meg, vagy valakit. De hát szerintem ilyen nincs. Mert ahogyan mondtam, minden ember önmagáé. És egy embert nem fogsz tudni sohasem birtokolni. Még akkor sem, hogyha aláírsz egy házassági szerződést, akkor sem a tiéd. És akkor sem ő vagy te, hanem te saját magad vagy. Mert mindenki egy különálló személyiség, mert mindenki egy egyedülálló, szuverén ember, egyén, és mindenkit a maga szabadságában kell meghagyni. Hogyha te igazán át akarod élni ezt, akkor másoknak is szabadságot fogsz adni, és ebben fogod megtalálni szerintem az igazi boldogságot. Úgyhogy számomra ezt jelenti a boldogság, tehát semmiképpen sem azt, amit a mai világ diktál. Én nagyon sok mindenről egyébként totál ellentétesen gondolkodom, mint ami ma dívik, ezért is logok ki egyébként a sorból, de megmondom őszintén, hogy most már nagyon sok olyan emberrel találkoztam, és egyre többen vagyunk ebben a csapatban, akik úgy gondolkodnak, ahogyan én. Egyébként nekem a barát és az ismerősi köröm pontosan ezért majdnem, hogy csak teljesen lecserélődött, mert már olyanokkal tartom a kapcsolatot, és olyanok keresnek meg, olyanok találnak meg, akik hasonló tudatossággal élnek, és akik nagyon alázatosak, nagyon álhatatosak, és nagyon sok mindenről le tudnak mondani. A lemondás ilyen szempontból szerintem nagyon fontos, hogy elérjük az igazi boldogságot, vagy azt az állapotot, azt a nyugvópontot, amire vágyunk. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az emberben milyen késztetés van, hogy mik azok a dolgok, amelyekre valóban szükségünk van, és mik azok, amelyekre nincs szükségünk. Nem kell mindent megjeleníteni fizikai formában, nem kell mindent hazavinnünk, nem kell mindent bezárni a kalitkába, nem kell mindent kulcsra zárni, nem kell mindent bekebelezni, a magunkénak tudni, mert hát nagyon ilyen az ember. Nagyon átestünk szerintem a ló túloldalára, és nagyon azt gondoljuk, hogy nekünk minden jár, nagyon azt gondoljuk, hogy adj uram, de rögtön mindent haza kell vinnünk, ugye, hát sajnos szerintem a média nagyon gerjeszti ezt a fajta szemléletet, főleg ugye a reklámokkal, hiszen minden reklám arról szól, hogy te birtokolj és szerez, és hogyha te ezeket a dolgokat nem birtoklod és nem szerzed meg, akkor szerintük te nem vagy teljes értékű, nem vagy senki, és csak akkor leszel valaki, ha minél több mindent hazaviszel az üzletekből. Ez egy rettenetesen rossz szemlélet. Azért nem érdemes ezt a dolgot követni, mert szerintem ez az anyagi világ, vagy ez az anyagiasság, ez le fog épülni. El fog kopni, el fog múlni. És pontosan azért kell gyakorolnunk az elengedést, a megengedést és a lemondást, mert hogyha egyszerre kell majd mindent átadnunk, minden anyagi dolgot, akkor nagyon nehéz lesz. Azt nagyon sokan nem fogják tudni feldolgozni, ezért kell szerintem szépen apránként lemondani, gyakorolni, adakozni, átadni, áramoltatni, adni. Mert így építhetjük fel magunkban azt a nagyon szilárd személyiséget, aki már meg fog tudni állni abban az új világrendben, amiben már sokkal kevesebb anyag lesz. Ugye, ahogyan említettem, az anyag mulandó, a szellemiség örök. Én például szellemi kincseket gyűjtök most már nagyon-nagyon régóta. És sokkal erősebb vagyok a szellemi kincsek által, mint hogyha nagyon sok mindennel venném magam körbe. Fizikai dolgokkal kapcsolatban. Nem kellenek ezek a
ezek a fizikai mankók szerintem. Sokkal fontosabb lenne, hogy lélekben erősödjünk meg, sokkal fontosabb lenne, hogy egy nagyon erős, humánus lényt, egy szellemiséget alakítsunk ki saját magunkból, mert amikor már te magad válsz egy egyszemélyes adakozó rendszerré, egy ilyen nagyon erős és szilárd bástyává, akkor már bárhol megállod a helyed. Akkor akár egy lakatlan szigeten is, úgyhogy nem viszel magaddal semmit és senkit. Tehát én úgy gondolom, hogy az igazi boldogság nem függ senkitől és semmitől. Tehát, hogyha te mindig azt gondolod, hogy te csak akkor leszel boldog, hogyha te eléred azt az embert, vagy azokat a dolgokat, amelyeket kinéztél magadnak, akkor azt nem boldogságnak hívják. Azt úgy hívják, hogy szerzés. És a szerzés pedig az nem az. A boldogság az örök. A boldogság az nem múlik. És egyébként szerintem, hogyha folyamatosan birtoklunk, akkor mindig bennünk van az is, az a félelem, az a fajta félelem és aggodalom, hogy ezt a dolgot, vagy ezeket a dolgokat elveszíthetjük. Olyan dolgot nem tudunk elveszíteni, ami nem a miénk. Viszont ami a tiéd, az mindig megmarad. Ezen egyébként érdemes elgondolkodni, hogy mi a kettő közötti különbség. Mennyi mindent tudtál megtartani abból, amit eddig birtokolni akartál? Kapcsolatokat meg tudtál tartani? Nem tudtál megtartani. Tárgyakat? Nem. Mert folyamatosan cserélik az emberek, mert folyamatosan újakat és újakat vesznek, mert ugye ma ez a divat, hogy egy-két év alatt, vagy egy-két év után cserél le mindent, mert akkor te leszel a frankó, én egyáltalán nem gondolom így, és nem tudunk már igazi értékeket állítani, nincs értékállóság, és nincs maradandóság. Én úgy gondolom, hogy az igazi érték és az igazi maradandóság, vagy az, ami örökre itt van bennünk, az csak is a szívünkben lehet, és nem gondolom, hogy ezeket a dolgokat ilyen külső tényezőkkel lehet elérni. És pontosan ezért sem gondolom azt, hogy ezek a külső dolgok hozhatnak számunkra a boldogságot, pillanatnyi kielégülést, de az nem boldogság szerintem, a pillanatnyi kielégülés. Az igazi kielégülés, vagy az, ami szerintem egy ilyen állandó, ilyen gyönyör érzésben tart, az pontosan a szemlélés, a szemlélet. Az, amikor te távolról szemlélsz valakit, és úgy, vagy valamit, és nagyon sok szeretetet adsz, és küldesz e felé a dolog felé. Egyébként, hogyha így gondolkodik az ember, akkor folyamatosan ebben az állapotban tud lenni, folyamatosan ebben tud létezni. Nekem már nem kell semmi ahhoz, hogy jól érezzem magam. Én mindenféle ünnepet át tudok élni úgy, hogy tök egyedül vagyok, nem vásárolok magamnak semmit, nincsenek luxuskaják, nincsenek ajándékok. Én nagyon régóta kiüresedve élek, pontosan azért, hogy ezt az állapotot átérezzem, és hitelesen tudjak erről beszélni. Nincs szükség olyan dolgokra, amelyek távol tartanak bennünket attól, hogy megérezzük az élet igazi ízét, a fontosságát, ami számomra nem más, mint az, hogy mennyire fontos, hogy abban találjuk meg az örömöt, hogy még nyitottabbakká válunk. És ez azt jelenti, hogy még több embernek nyújtunk segítséget, hogy még több embert vonunk a szívünkbe. Szerintem minél több embert, minél több életet, minél több sorsot támogatunk belül önmagunkban, és minél megértőbbek vagyunk, mert szerintem a megértés ma az egyik legfontosabb dolog, az igazi megértés. Nem csak az, amikor bólogatsz valamire, hanem amikor ténylegesen odaállsz, és ténylegesen ott vagy, és ténylegesen átkarolsz ügyeket, nagyon fontos sorsokat, akkor szerintem megérzed azt, hogy miről is szól a létezés maga. A létezés így már lehet örök. A létezés így már lehet kiváltság, lehet gyönyör, lehet szerelem, szeretet, lehet ajándék, mert ha te nem akarsz birtokolni, akkor nem is fogsz szenvedni. Ha elengedsz, akkor nincs szenvedés. Mert már nem az egód az, ami dolgozik, hanem a szerető lényed. És hogyha te ezeket elengeded, akkor már kiváltságként tekintesz
az egész életedre arra, hogy te itt lehetsz, és kiváltságként fogsz tekinteni arra, hogy te segíthetsz másoknak. Számomra ez az öröm. Számomra ez hivatás, út, misszió, feladat, vállalás, felelősség és gyakorlat. Nagyon fontos, hogy felkaroljunk ügyeket, nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy hol tudunk helytállni, hogy ezt a nagyon önazonos magot, ami bennünk él, ezt hogyan és hová tudjuk vinni, hol tudjuk elültetni, vagy hol tudjuk elvetni. Mert én úgy gondolom, hogy ebből a magból nagyon sok embernek adhatunk. Nagyon sok területen vethetjük el az a saját magunkat, azaz azt a szerető lényt, aki bennünk él, akit a Jóisten vagy a Teremtés elültetett bennünk, mert mi tulajdonképpen ajándékok vagyunk a létezés számára, és egymás számára is. Nekem is vannak olyan emberek az életemben, akikre úgy tekintek, hogy ajándékok nekem. De mi is lehetünk ajándékok, akár mindenki számára, pontosan azért, mert már cselekvőek vagyunk, mert már humánusak vagyunk, mert letettük az anyagot, mint olyat, már nem birtoklunk, már nem akarunk szerezni, hanem csak adni. És amikor te elengedsz, és amikor te nagyon sok mindenről lemondasz, akkor kapod meg a világ szeretetét, és az összes kincsét. És akkor leszel önazonos. Akkor leszel az a nagyon csodálatos lény, akire annyira vár ez az egész létezés, és ez az egész emberiség.